Rohadó állattetemekkel teli illegális szemétlerakót fedeztek fel Ecser és Vecsés között egy magánterületen. A polgármesteri hivatal egy lakossági bejelentés alapján találta meg a lerakót. A helyszínen ott van kollégánk Gerhardt Máté. Máté, mit lehet tudni arról, hogyan kerültek oda az állati maradványok? Szervusz Péter, valószínűleg egy illegális vágóhíd hozta ide ezeket az állattetemeket, de Gázsolt Ecser polgármestere és dr. Juhász Csaba állatorvos pontosabban el tudják mondani, hogy mi is történt itt. Visszatérő probléma ez itt? Hát ezen a területen is visszatérő, de Ecser környezetében több helyen találtunk már az idei évben is állati eredetű hulladékot. Ugye itt illegális szemét is van rengeteg, és rengeteg állati hulladék is van itt, ami ugye rendkívül büdös, meg hát közegészségügyi szempontból is nagyon veszélyes. Igen, itt állati melléktermékről beszélünk, ezek egyértelműen vágóhídról származnak, tehát lehet látni itt sertésfejek vannak, hozzátartozó bőrök, nem lehet tudni még, hogy milyen állatból származóak. Ezeknek közegészségügyi és járványügyi veszélyei vannak, így lerakni egyáltalán nem lehet. 2004 óta dökutakat sem lehet használni, illetve elföldelni se lehet a tetemeket, hanem ezeket meg kell semmisíteni. Amikor sétáltunk itt befelé, akkor egy macska rohant el előttünk, amelyik valószínűleg megkóstolta ezeket a lerakott bőröket, húsokat. Ez viszont komoly problémát jelenthet, hiszen kutyák, rókák és macskák is rájárhatnak erre. Igen, ez jelenti a közegészségügyi és járványügyi veszélyforrást, ami azt jelenti, hogy itt bomló tetemekről van szó, amelyek lehetnek mindenféle fertőzés forrásai, és a vadon élő állatok, illetve a kóbor állatok hordják szét ezeket a tetemeket. Ráadásul ezek hosszú évtizedekig is maradhatnak fertőző forrásai a fertőzéseknek, azoknak, amik az emberre is veszélyesek. Mit tud tenni a település ez ellen, hiszen ez egy magánterület, nem lehet bekamerázni, nem lehet ellenőrizni, hogy ki hajt ide be, valószínűleg éjszaka hozzák be nem csak az illegális hulladékot, hanem ezeket a hát valószínűleg az illegális vágóhidról származó állati tetemeket. Az önkormányzat azon kívül, hogy elszállítatja, mit tud tenni ez ellen? Hát úgy kezdjük, hogy felszólítjuk a tulajdonost. Ugye a jegyzőnek feladata felszólítani a tulajdonosnak a feladata lenne az elszállítás, illetve a megsemmisítés. Hogyha ebben nem történik előrelépés, akkor szállítjuk el mi, de megteszük a rendőrségi feljelentést, jelezzük a NÉBIK felé, illetve a kormányhivatal felé, hogy ilyen problémánk van, és hát az ő kezükbe kerül így a lépés lehetősége. De itt a probléma, hogy az ő kezükbe kerül, mert hogy beszélgettünk az interjú előtt, sajnos tehát így passzolgatják körbe-körbe ezt a problémát, önök szenvednek ettől, mert rettenetes büdös van, nyáron ez még rosszabb, és ahogy mondta korábban, nyáron is volt ilyen probléma, és nem történik semmi. Tehát, hogyha nincsen lakossági bejelentés, akkor nem tudni, hogy mikor találják meg nem csak a szemetet, hanem ezeket az állati tetemeket. Hát ez így van, tehát ez nekünk nem csak a szaktól szenvedünk, illetve attól, hogy nekünk kell megsemmisíteni, ennek jelentős költsége is van. Amit mi tudunk tenni, az a településen belüli hulladék elhelyezésével kapcsolatos, tehát itt mi a lakosainknak biztosítunk szelektív házhoz menő hulladék elszállítást, biztosítjuk a lomtalanítás lehetőségét, amit előre egyeztetett időben a házhoz menve viszik el a lomokat, és így nem kell kihordani a környezetbe, illetve zöld hulladék elszállítást biztosítunk, van lerakószigetünk, van Ecseren hulladékfeldolgozó, ahová papírt, fémhulladékot, illetve nájlonhulladékokat el tudják helyezni. Tehát mi ezeket tudjuk megtenni Ecsernek a tisztántartásáért, illetve rendszeresen szervezünk lakossági hulladékszedési akciókat évente többször. Ezeken is óriási mennyiségben gyűjtjük össze a bejövő útjainkról a szemetet, amit hát vagy a mi költségünkön, vagy a Magyar Közút költségén szállítjuk el. Az állati tetemeket hogyan lehet megsemmisíteni, hiszen ezt az egy dolog, hogy valaki összegyűjti, és mondjuk a gyepmester elviszi, de ehhez speciális engedély kell ahhoz, hogy ezt meg is semmisítsék. Itt két dolog van, az egyik a szállítás, a másik a megsemmisítés. Három kategóriába sorolandók ezek az állati tetemek, amik az 1-es, 2-es, 3-as kategória, attól függ, hogy mennyire veszélyes az emberi egészségre. A 3-as kategória a legveszélyesebb, azt mindenképpen égetéssel, hőkezeléssel semmisítik meg. Az 1-es kategóriában mondjuk olyan élelmiszerek tartoznak, amelyek mondjuk romlottak, vagy pedig valami
hatósági kobzásból származnak, ezek a legkisebb kockázatot jelentik. Ez mindenképpen a tulajdonos költségére kell, hogy elszállítása és megsemmisítésé kerüljön. De ami itt van, az mennyire veszélyes? Mert az egy dolog, hogy büdös, de melyik veszélyességi kategóriába tartozik? Ez hármas kategória, itt valószínűleg van benne kérődző állat koponyája is, ami azt jelenti, hogy annak a gerincvelő, agyvelő részei, amik a szivacsos agyvelő gyulladást okozhatják, ez emberre fokozott veszélyt jelent. Hogyha ezt mondjuk, ne adj Isten, ugye behordják a kóborállatok, kutyák, macskák a faluba, vagy a környező kerületekbe, akkor mi történhet? Megfertőzhetik az embert? Igen, egyértelműen megfertőzhetik. Itt ennél egyszerűbb fertőzések is vannak, mivel bomló tetemekről beszélünk. Itt különböző baktérium kultúrák szaporodnak el ezen, és csak elég, hogyha a lábukkal a testükre ragadva, tapadva viszik be. Ehhez persze kell valahogy az emberrel érintkezzenek, de hát a kutya-macska azért az bejár a róka is esetleg a házhoz, és hát ez előfordulhat. Ezek mindenképpen az ember közegészségügyi kockázatot jelentenek. Polgármester úr, hogyan tudja megsürgetni ezt egy kerület, vagy hogyan tudja megsürgetni egy település azt, hogy ne az legyen, hogy a rendőrség, a NÉBIH, a kormányhivatal vár arra, hogy történjen valami, önök pedig nem tudnak mit kezdeni ezzel, és azon kívül, hogy elszállítják, csak szenvednek az egész problémától, és ahogy hallottuk doktor úrtól, ez komoly közegészségügyi kihívást vagy problémát is jelenthet. Hát igazából nagyon megsürgetni nem tudjuk, tehát mi annyit tudunk tenni, amit az előbb is elmondtam, megpróbáljuk a tulajdonossal egyeztetni, hogyha sikerül. Itt ugye az nehezíti, hogy az út is magánút, illetve a terület is magánterület, ami ráadásul felszámolás alatt van, tehát itt a felszámolóval kell egyeztetni, volt több körös egyeztetésünk már, próbálunk velük egyeztetni, hogyha nem sikerül dűlőre jutni, akkor mi elszállítatjuk, tehát mi hívjuk ki a gyepmestert, mi fizetjük ki az elszállítás és a megsemmisítés költség. Milyen díja van ennek? Hát ez mennyiségtől függő, de idei évben már több millió forintot költöttünk ilyen jellegű kiadásokra. Tehát, hogy az önkormányzat fizeti ezt, aki illegálisan lerakja, az nem fizet semmit, felszámolás alatt van, üldözik a hatóságok, de végül az önkormányzat, a települési önkormányzat az, amelyik megpróbál tenni valamit, amíg a hatóságoknak nem az, hogy nem sürgős, nyilván sürgős lenne, de hogy üldözik azt, aki felszámolás alatt van. Hát ez így van. Nekünk sajnos ugye ezt meg kell oldani. Ennek a költsége is magasabb, tehát hogyha már amikor elszállítják, akkor vinne a megsemmisítésre, akkor igazából egyszeri szállítási költséggel meg lehetne úszni. Itt nekünk nem csak a szállítást, hanem azt is, hogy összeszedjék itt a területet, fertőtlenítsék, azt is ki kell fizetnünk. És hát ennek így, ahogy beszéltük, jelentős költsége van. Viszont a lakosaink érdekében ezt meg kell tennünk, tehát nagyon nagy variációs választási lehetőségünk nincsen. Polgármester úr, doktor úr, köszönjük szépen. Tehát még egyszer reméljük, hogy felszámolják ezt az illegális, nem csak hulladékre lakót, hanem ezt a fekete vágásból származó állati tetemeket is nem csak elszállítják, hanem többet nem fog ide kerülni Vecsés és Ecser határára.